Na hello, sziasztok! Szokásommal ellentétben ezúttal nem egy néhány éves indie játékkal érkeztem, hanem egy vadonatúj, szinte AAA címmel. Azért csak szinte, mert a Generation Zero-t, ugyan a Mad Max-et, a Rage 2-t, ja meg ugye a teljes Jacko sorozatot jegyző Avalanche Studios készítette, de így is inkább amolyan két nagy meló közti profi hobby projektként értelmezhető, amit tulajdonképpen az álcímke is világosan jelöl. A magamhoz képest korai bemutató, most egyébként a Playdom-nak köszönhető, tőlük kaptam ugyanis a kulcsot a játékhoz a megjelenés előtt egy héttel tesztelésre. Alapvetően ugyanis oda készítettem a játékról egy írós kritikát, ami már meg is jelent, de mindenképpen akartam róla videót is csinálni, így aztán nagy részben annak a cikknek az átalakított, bővített szövegét hallhatjátok majd. Fontos viszont mindenek előtt megjegyeznem, higgyétek el, a játék grafikája amúgy egész pofás, csak hát ez a gameplay felvételeken azért annyira nem fog látszani. Most mit szépítsem, az én gépem azért már nem ezekhez a mai csodákhoz lett kitalálva, így sajnos nem kevés kompromisszumot kellett kötnöm a játszhatóság érdekében. Na, de sok a duma, magyarázkodás félre, lássuk inkább, mit is tud ez a Far Cry-szerű open world-be oltott robotos túlélő co-op FPS. Fú. Na hát az az igazság, hogy amint bedobta a főszerkesztő a Playdomnál, hogy kit érdekelne tesztelésre a játék, én azonnal ugrottam is rá, még a gyenge konfigom ellenére is, mivel már bejelentése óta árgus szemekkel követtem a Generation Zero-val kapcsolatos híreket. Ennek egyik oka, hogy jó pár éve majdnem egy hónapot töltöttem a játék helyszínéről is szolgálós véd és környező skandináv országok vidéki tájain nyári munkásként viking vásárokon, így rengeteg szép emlékem van a csendes, eseménytelen svéd vidékről, a másik viszont, ami jelen esetben igazából sokkal inkább releváns, hogy nagy rajongója vagyok a Simon Stålenhag nevezetű grafikusnak, aki történetesen szintén a vidéki Svédországot örökíti meg munkáin, csak ő épp egy fiktív 80-as években, ennél is pontosabban egy robotinvázió kellős közepén. Igen, hát nem tévedés, ez lényegében ugyanaz a koncepció, mint a játéké, sőt a Generation Zero szinte mintha szabályosan konceptártként kezelné Stålenhag munkáit. Így igazából nem is véletlen, hogy velem egyetemben a Generation Zero bejelentésekor egy emberként kiáltott fel örömében a grafikus minden rajongója, végre itt a Stålenhag játék, csak hogy a dologban volt némi bibi. A fickónak ugyanis konkrétan a világon semmi köze nem volt a játék fejlesztéséhez, sőt, igazából a bejelentéséről is csak a rajongói gratulációkon keresztül szerzett tudomást, ami hát már csak azért is kissé kínos, mert Stålenhag állítólag korábban dolgozott is együtt az Avalanche-sel, így hát meg lett volna a kontakt is az amúgy szintén stockholmi illetőségű művésszel. Persze nem véletlenül nem keresték, a stúdió ugyanis az elég egyértelmű hasonlóság a rajongói reakciók és maga a művész csendes rosszallása ellenére is, hát mindmáig bőszen állítja, Stålenhag munkái nulla hatással voltak a játékra, a Generation Zero alapját kizárólag gyerekkori nosztalgiára építették. Na, de elég a rossz indulatú feltételezgetésekből, egy játék azért nem csak egy pár mondatos high concept, meg néhány irka-firka látványterv, nézzük meg inkább részletesen, pontosan mit is nyújt a Generation Zero ezeken kívül. A játék világában épp 1989-et írunk. Indul a banzáj, mindjárt dől a berlini fal, Kádár János már nagyon random, a hidegháborúban semleges Svédországban pedig az oroszoktól parázva a civil lakosság vadul fegyverkezik a hátsó fészerben. IKEA katalógusba kívánkozó kép. Shopping, Swedish way, incredible things to see. IKEA. De mondjuk ez legalább megindokolja, miért van dugik minden kerti budi töltényel. Na mindegy. A konkrét helyszín jelen esetben egy fiktív svéd sziget csoport, ahol egy csapat vakációzó fiatal tagjaként csapunk bele a némileg soványka a történetbe. Egy csodával határos látványos menekülés szöveges leírása után mindjárt a felütésnél azon kapjuk magunkat, hogy a környékről valamiért mindenki eltűnt, az utcákat, erdőket pedig állig felfegyverzett harci robotok lepték el, és hát nem annyira jó fejek, mint Johnny 5 volt. The human race can bite my shiny metal ass!
Így aztán a szomszédos házból kapunk is magunkhoz egy pisztolyt, meg egy kukkert, aztán úgy megkeresni a többi túlélőt. Az Avalanche-től megszokott módon ezúttal is egy open world közeget kapunk, amiben most a Left 4 Dead-hez hasonlóan három további online co-op partner társaságában ritkíthatjuk a nagyszámú zombit, a robotot. A harcok után, de akár helyszínek felfedezéséért vagy harci trükközésért is XP-t kapunk, amivel négy különböző képességfán fejleszthetjük karakterünket, fegyverhasználat, túlélés, support és lomis vonalon. Utóbbinál azért nem kell túlélőjáték szinten sokrétű zsákmányra gondolni, a gyűjthető cuccok egyrésztről karakterünk kinézetét befolyásoló ruhákat és kiegészítőket, másrésztről a harchoz szükséges felszereléseket takarnak. A ruhák természetesen a 80-as évek divatját követik, egy-egy korszakra jellemző sztereotípia mentén, a legapróbb kiegészítőkig lebontva, és szerencsére ezúttal nem is kell értük valódi pénzzel fizetnünk. You're close. Give them to me. Now. Már persze a játék árán kívül, de hát ez ma már nem olyan egyértelmű. Na mindegy. Valamint szintén pozitívum a ruhákkal kapcsolatban, hogy még a szűkös és kényelmetlen inventoryból sem foglalják a drága helyet. Az inventory ugyanis elég hamar betelik, méghozzá főleg amiatt, mivel egy-egy fegyverhez egyszerre többféle töltény is lehet nálunk. Ilyen-olyan páncéltörő, meg mit tudom én, valamelyik talán még reggelit is készít, ha megkéred. Viszont érdekes módon ennek ellenére is simán megeshet, hogy üres fegyverrel flangálunk, szimplán azért, mert automatikusan sajnos nem rendelődik hozzá az adott fegyverhez semmilyen töltény ebből a remek inventoryból, ugyanis például a hangtompítóhoz vagy a távcsőhöz hasonlóan a zsákunkban kell mindent a fegyverhez rendelni. Ugyanígy a használati tárgyakat is sokszor egyenként kell újra meg újra hozzárendelnünk egy-egy gyorsgombhoz, így az is simán megesik, hogy hiába van nálunk épp 5 health pack, ha nincs az inventoryból a megfelelő slotba húzva, akkor harc közben simán battatjuk a bontatlan mikropopcorn hasonlítok kis medkitjeinket. Lootból ráadásul annyi van, hogy valójában egy pillanatig nem fog kelleni a tényleges túlélés kedvéért gyűjtögetni, inkább ezt a kényelmetlen inventoryt kell valahogy túlélni, miközben állandóan haigáljuk ki a cuccokat, hogy elférjünk a sok felesleges szartól. Oké, a rendelkezésre álló kapacitás ugyan növelhető a megfelelő skill fejlesztésével, de ehhez szóló módban azért elég sok grindolás, azaz rengeteg harc szükséges. Persze azért a fejlődés érdekében a rengeteg harc elég könnyen megvalósítható, hiszen a Generation Zero-ban igazából más se csinálhatunk, mint harcolhatunk orvérzésig. Ellenfélből, azaz arci robotgépekből összesen 6 különböző létezik, amik az arctámadó szerű tikektől a gyors runnereken át egészen a gigászi tankokig terjednek. Mondjuk bevallom, utóbbihoz még igazából nem volt szerencsém, annyi türelmem azért nem volt már a játékhoz, hogy oda eljussak, de egyedül biztos gyorsan szét kapott volna, mint pitypangot a robot fűnyíró. Állítható nehézségi szint, na az nincs. A kihívás jó részt attól függ, épp milyen területre tévedtünk, meg még inkább, hogy van-e társunk. Ha egy vagy több co-partnerrel vágunk neki a játéknak, viszonylag nyugodt szívvel rohanhatunk ész nélkül is a csatákba, önállóan viszont sokkal megfontoltabbnak kell lennünk. Vagyis hát kellene, csak hogy a sunyogási rendszert alaposan tökön szúrja a robotok mindent látó szeme, aminek hála akcióink mindig valami kaotikus kétségbeesett kapálózásba torkolnak, míg aztán végül vagy a robotok, vagy az újraéledésünkért felelős adrenalin fröccsök fogynak el előbb. Ugyan minden robotnak van gyenge pontja, és Dark Souls-szerűen néhány támadási mintázata is, de az az igazság, hogy a harcok élvezetében sajnos gyakran belerondít a nem éppen kifinomult mesterséges intelligencia is. Oké, az egy dolog, hogy különböző figyelemelterelő csalikkal egy időre azonnal elfelejtik a gépek, hogy valaha is ott voltunk, a szinti popot bömbölő magnók haigálása még valahol egyébként jó pofa is, de ezeknél sajnos jóval olcsóbb trükkökkel is könnyen ki lehet játszani a masinák szerény értelmi képességeit. Ha például behátrálunk egy házba, gondolkodás nélkül jönnek felénk a nyitott ajtóba ragadva, így viszonylag könnyű célpontot szolgáltatnak ugyan, de alkalmanként meg néha a falon is átlőnek. Az meg már csak haba tortán, hogy mikor különböző bunkereket kell felderítenünk, nem egyszer fordul elő, hogy a robotok kitűnő érzékelése miatt a hudon végig úgy láthatjuk, mintha egy-egy ellenség épp látna minket, sőt még lőnek is ránk, csak hogy ők valójában a felszínen, mi pedig épp a föld alatt vagyunk. Mennyit kerestem azt a rohadékot, mire rájöttem, hogy nem az ellenféllel, hanem a játék bugjaival harcolok.
sure it's only a glitch. You call this a glitch? Na, amúgy a fent említett bunkerek felszabadításuk után safe house-okként funkcionálnak, így ezek valamelyikébe spawnolhatunk, ha véletlenül mégis kifogynánk a mágikus adrenalin shotokból. Maguknak a bunkereknek a felderítése viszont őszintén szólva nem kicsit idegtépő feladat, mivel egy rakás teljesen egyforma alagútból állnak, amiket többségében ugyanazokból az elemekből építettek mindenütt, így a pillanat töredéke alatt lehet eltévedni, térkép pedig nincs. És hát sajnos hasonló a helyzet a bejárható házakkal is, bár eltévedni legalább nem fogunk bennük, a harmadik után ugyanis már olyan lesz, mintha otthon lennénk, minden alkalommal. Én tényleg nem tudom, valószínűleg Svédországban a 80-as években panelekből épültek a kertes házak, mert az elrendezés minimális variáció mellett igazából mindenhol tök ugyanolyan, és még képesek voltak a berendezés autentikus jellegéről egy külön promó videót vágni. Mennyi kutató munka volt e mögött, de komolyan, hú. És hát hiába a gyönyörű grafika és a tényleg állati hangulatos táj, ha egy-egy színesítő elem, mint egy várom, templom, katonai bázis vagy benzinkút mellett, nagyrészt ezeket a kis lapra szerelt IKEA házakat találjuk majd elszórva a játék majdnem 200 négyzetkilométeres területén. A világ mérete ráadásul nem csak emiatt hátrány, a Generation Zero-ban ugyanis sajnos nem szerepel járműhasználat sem, és ez úgy, hogy azért a mindenfelé álló Björk névre átkeresztelt kocka Volvók azért adnák magukat erre a célra. Alapjáraton se kellemes ennyit bandukolni, de mindez különösen szívás akkor, mikor egy multisessionbe becsatlakozva is kilométereket kell túrázni, hogy odaérjünk a másik játékoshoz. Ha mákunk van, még ki is várja és nem rúg ki. Így a játékidő nagy része a robotok lövöldözése és a tölténylútolás mellett leginkább hosszú A pontból B-be történő cammogásokkal telik, mely pontokon aztán jól nem találunk lófasem. Roland, you're there? Roland, jó ki a kurányád veled ezzel a névvel, Roland. Komolyan, én eskü szentül hittem még az első 3 órában végig, hogy előbb-utóbb majd tényleg találkozom túlélőkkel, de végül szomorúan kellett konstatálnom, a Generation Zero sajnos húzott egy Fallout 76-ot, azaz kizárólag papírokon és audiologokon hagyott üzenetekből szedjük össze a következő küldetést, ami hát igazából szinte mindig különböző területek robotmentesítéséről szól. Just that. I won't enjoy it. Yeah, well, that's life. Ja, és így, hát ugye NPC-kkel sem találkozunk. A játék emellett amúgy nem is igazán fogja a kezünket például térképmarkerrel vagy irányjelzővel, főleg a talált szövegek tartalmára kell támaszkodnunk, ami amúgy a maga módján érdekessé teszi a nyomozást, de internetes alkalmi partnereimnél elég gyakran tapasztaltam, hogy a küldetések körülményessége miatt inkább félbehagyták az egészet és belekezdtek egy másik tök ugyanolyanba, vagy elmentek aludni. Hát és lehet, hogy ők tették jól, mert sok esetben a játék egyszerűen valami bug miatt nem volt képes egy-egy küldetéspontot teljesítettnek érzékelni, így hát lehetetlen volt befejezni. Ráadásul az előreadás sajnos csak a multisession-t hostoló játékosnak kerül elszámolásra, így még ha épp nem is hűl meg a rendszer, akkor is többször újra kell játszanunk ugyanazokat a teljesen érdektelen, ismétlődő küldetéseket. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy kb. 6 óra játék után elvesztettem a mentésfájlomat, és kezdhettem az egészet újra előről. Na, az fájt. Szerencsére amúgy multiban valamiért a karakterfejlődés gyorsabban megy, és a sztori előrehaladása ellentétben a megszerzett szintek és tárgyak nem csak a session-t hostoló játékosnál maradtak meg, így azért relatíve gyorsan visszaszedtem magam, de így is nagyon fájt. Na, mindegy. Server lobby, mint olyan, nem létezik, csak megadhatjuk hány fős session-t keresünk, de szerencsére mikor épp nem egyből, akkor azért mindig egy-egy hasonló szintű partnerrel sorsolt össze a játék. Őszintén szólva, együtt se voltunk semmivel sem taktikusabbak. A robotok jöttek, nem igazán lehetett őket kicselezni, csak legyalulni, viszont csapatban legalább 10 annyi időbe és halálba került ezt kivitelezni. De ha ez elriasztó és a multi előnyök ellenére mégsem jönne be, még mindig választható az invite only opció is, hogy ne szállhasson be boldog-boldogtalan a kampányunkba, maximum akit mi hívunk. A kampány fő küldetéseit további teljesen hasonló mellékküldetések egészítik ki, ezeket igazából nem is nagyon lehet megkülönböztetni egymástól, így nem is mindig egyértelmű, merre megy a fővonal. Nem is tudom, hogy a mellékküldetéseket a véletlenségen kívül bárki erőltetné-e.
A Generation Zero ugyanis sajnos összességében egy elképesztően monoton élmény, és sem single, sem multiplayer módban nem igazán tud hosszabb távon szórakoztató maradni. Még könnyen lehet, hogy a megjelenés után a beígért DLC-k és eventek által tud majd újat nyújtani, a kérdés csak az, hogy ki lesz erre vevő? Noha a játék tényleg nem teljes áron jelent meg, ebben a formában mégis inkább kelti egy félkész Early Access cím, vagy egy mód benyomását. A készítők bizonyára élvezték, hogy újra teremthetik gyerekkoruk helyszíneit egy robotinvázió közepén. Nyilván én is imádnám, ha mondjuk lenne egy robotinváziós FPS a Szentendrei szigeten, vagy mondjuk Budaörsön, de őszintén szólva szerintem így még nem elég. És végül csak azt kell mondanom, mégis sajnos van olyan, hogy egy játék csak egy pár mondatos high concept, és nagyjából annyi is marad. A Generation Zero alapötlete izgalmas, hogy lopott vagy sem, az most ezek után már tök mindegy. Viszont a készítők sajnos igazából csak a minimumot hozták ki ebből az eredeti koncepcióból, és azt is csak közepes minőségű kivitelezéssel. Azért remélem, hogy ha már ez egy ilyen szerelem projekt, végül nem hagyják ennyiben, és idővel megtöltik majd tartalomba is a Generation Zero-t, mert hát jelen állapotában inkább csak egy ígéretes játék vázlata, mint egy kiforrott kész játék. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon.